Balogh György vagyok az Ultimus Kft-től, és a cégünk egy évvel alakult kb. És amit most mutatni fogok, az mind a nulláról hoztuk létre az elmúlt egy évben. Egy olyan videóanalitikai megoldást fejlesztünk, ahol az ügyfelek a videó streamjeiket, tipikusan IP kamerák videó streamjeit a felhőbe feltöltik, és mi ott tároljuk és elemezzük real-time ezeket a streameket. Miket tudunk? Jelenleg tudunk számolni embereket nagy pontossággal, tetszőleges pozícióból, tetszőleges kamerapozícióból, különböző fényviszonyok mellett. Tehát ez nem arcdetektor, amit most itt látok, hanem fejdetektor, nagy megbízhatósággal, nagy pontossággal működik. Tudunk arcot felismerni, nem kooperatív módban, tehát hogyha az embereknek nem kell megállni és belenézni a kamerába, hanem csak sétálnak. A cégnél működik egy ilyen arcfelismerős alapú beléptető rendszer, elég nagy pontossággal. Itt most a kollégákat láthatjátok. Tudunk számlálni áthaladást, tehát egy képzeletbeli vonalat húzunk, és meg tudjuk számolni az áthaladó forgalmat mindkét irányba. Ez már élesben működik három plázában is ez a rendszer, jelenleg már több mint 100 000 ember számláltunk meg ezzel. És 99%-os pontoság fölötti teljesítmény tud a rendszer. Olyan kamerák esetében is, amit nem mi állítottunk be, hanem a meglévő IP kamerák. Jó. Tudunk nagy pontossággal, három dimenzióban pozíciót meghatározni. Ehhez legalább két kamera kell, de itt ez a kísérlet ez három kamerával történt. Centiméter pontosságú 3D-s pozíciót tudunk, nagyon kicsi latency-vel. Itt most a latency az ilyen 150 millisekund, ami főleg a webkamerákból jön. Ezt szeretnénk 10 millisekund alá csökkenteni a következő körbe. Megkísérlek elmondani egy algoritmust, ami így az időbe belefér. A detektor algoritmusunk az, ami az egyik kulcs pontja, tehát objektumokat detektálni, és ez a legdrágább algoritmus is. Ez úgy történik, hogy gyakorlatilag majdnem egy neuron hálózat futással meg tudjuk mondani, hogy hol vannak az objektumok egy adott képen. Ezek az úgynevezett fully convolutional neuron hálózatok. Az a lényege, hogy még egy hagyományos neuron hálózat fix inputot és fix outputot ad, addig ezt a hálózatot le tudjuk futtatni tetszőleges méretű képen. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag csak ilyen lokális operációkkal dolgozik, úgynevezett ilyen konvolúciókkal, ezért egy tetszőleges képen le tudjuk futtatni, és az output is az input képnek mondjuk 16 vagy 32 része lesz, ahol minden egyes pozíció megmondja, hogy mennyire valószínű, hogy abban az ablakban van egy objektum. Utána egy úgynevezett regressziós modellel minden ablak megpróbálja megjósolni, hogy az objektum pozíciója az pontosan hol van. Ugye látni fogunk erre néhány videót. Ezeket mind össze lehet rakni, úgyhogy egyetlen neuron hálózat futásra a képen az objektumok pozíciója előáll. A képmérettől függ, de ez akár 1 millisekund is lehet. Nagyobb képeknek mondjuk kb. 10 millisekund. Itt most láthatjuk, hogy ez az úgynevezett hőtérkép, ez mutatja, hogy melyik ablakok detektálnak arcokat. Itt ugye részleges belógó arcok is már detektálnak. Itt azt láthatjuk, hogy mi történik, hogyha ezek az ablakok megpróbálják megjósolni az objektumnak a pontos pozícióját. Tehát akkor lesz egy tucatnyi ilyen különböző bounding box, amik már nagyon jó pozíciót predikálnak. És aztán pedig végül, ha ezeket egy grouping algoritmus átlagolja, akkor nagyon pontos objektum pozíciót kapunk. Hát ez az algoritmusunk, ami az objektum detekció, ami az alapja az összes többi algoritmusnak, és ez a legdrágább. Jelenleg egy GPU-s szerveren tudunk tucatnyi videostreamet real-time elemezni. Itt most a következő példában azt láthatjuk, nem tudom, látszik-e, hogy a face detectionünk mennyire tolerálja a különböző pozíciókat. Gyakorlatilag ilyen 45 fokos elfordulás esetén is még nagy konfidenciával felismeri az arcokat. Ez egy hónapja jelentették be ezt a hardware-t, ami két évvel ezelőtt még az 500 supercomputer között lenne.
Ez most egy gyakorlatilag egy desktop méretű gép, ami 177 teraflopot tud. Ilyeneken lehet igazán ilyen deep learning modellek kutatásokat folytatni, de hogyha nincs az embernek 100 000 dollár egy ilyen, akkor egy Titan X kártya is megteszi, amit már beszervezhető elérhető áron van, és gyakorlatilag az összes modell, amit mutattam, az nagyon szépen működik rajta. Jó, körülbelül ennyit akartam elmondani. Kérdések? A detekció esetén az input képe bemegy a neuronhálónak, ezt a gépén nagyon gyorsan, ez egy ilyen többszintű neuronháló, mondjuk 50 szintű neuronháló, azon végigmegy a kép, és a végén kijön egy mondjuk 16-oda akkora kép, ahol egy pixel azt jelenti, hogy az adott pozícióban ennyire valószínű, hogy van-e egy objektum. Ez ugye az első lépés, akkor a következő lépésben pedig, ha van objektum, akkor onnan egy objektum pozíciót, lokális objektum pozíciót jósolunk. Felismerésnél ezt egyszer eltároljátok ezt a mintát, és ehhez hasonlítotok? A felismerést, amit most itt bemutattam, az 1,5 millió arcon trénált modell. Itt majd megcíoztuk, hogy felmegyünk 10 millió arcra, amivel még tudunk majd javítani. Ez ad egy ilyen, nem tudom, 512 hosszú feature vektort, amit aztán lehet hasonlítani. Igen? Mondtad, hogy 99%-es pontosságú. Mi ez az 1%, amit nem is? Ez a 99% az a vonalon áthaladás számlálónak a pontossága. Ez az érték, ez egy valós áruházban mért szám, tehát egy nagy mintán ment szám. Ugye ott előfordulnak olyan esetek, tehát tudnék mondhatni olyat, hogy még 5 másodperc alatt 12 ember belép az áruházba. És akkor ott előfordulnak olyan esetek, hogy takarják egymást, és még a tracking algoritmus egy picit megzavarodik. Tehát nem látszik a feljelzés. Például igen. Minden héten ez a felismerődés, hogy nem működik. Minden héten és... Jó, az a infrastruktúra, amit használunk, az a CAFI, ami egy C++-os deep learning library, ami ugye az Nvidia kártyákon fut, és C++-ban van a többi része a backendnek. Igen. Azt szeretném megkérdezni, hogy ilyen életnagyságú karton emberfigurával be lehet-e csapni a... Igen. Tehát most itt az első körös beléphető rendszerünknél csináltunk is ilyen kísérleteket. Vannak ötletek, hogy hogyan fogjuk majd ezt javítani, de igen. Pontosabban itt arcképre, tehát egy sima... Csak a kontúrral nem lehet becsapni szerintem az emberdetektor, de hogyha a fénykép is rajta van, akkor igen. Ez egy ilyen terméknek, vagy a terméknek? A termékünk lényege, hogy egy felhő alapú szolgáltatás, ahol a kliensek az IP kameráikat becsatolnak a rendszerünkbe, mi a felhőbe elvégezzük az elemzést, és kapnak egy adathalmazt. Ezek képen itt ezek RTS streamek, videó streamek, amik mennek fel az Amazonba, és ott elemezzük őket. Ez jó, vannak olyan cégek, tehát van egy olyan amerikai cég, akiknek 100 000 ügyfelük van, akik csak IP kamera streameket tárolnak. Tehát ez egy működő modell már. Ezeket réten dolgozok fel, vagy később? Vagy? Réten dolgozunk fel, igen. Sok kérdés? Körülbelül mekkora a high burn rate? Jó, most még viszonylag kevés streamet dolgozunk fel, és jelenleg még... Ez mit tudom, viszonylag kevés? Tehát mondjuk egy tucatnyi streamet dolgozunk jelenleg fel. Ezt egy gépen... Ugye ezek a streameknek a fix sávszélességre vannak beállítva tipikusan, tehát mondjuk egy ilyen stream az 1 megabit per szekundon körülbelül. Tehát ezek jól ütemezhetők az adatforgalom, úgyhogy... Az algoritmusoknak vannak bizonyos píkjeik, tehát amikor mondjuk nagyon sok ember jelenik meg, akkor a detektor algoritmusoknál jelentkeznek ilyen píkek. De ezek úgy ki fogják egymást egyenlíteni, amennyire
akkor látjuk ezt. Ja, a hálózatot ez nagyon lefoglalja, hogyha ezek párhuzamosan fognak. Tehát akár már 50 párhuzamos stream is. Hát nekünk az a célunk, a számításaink szerint fogunk tudni 100 streamet elemezni egy GPU szerveren. Most ennek már tudjuk egy részét, és folyamatosan gyorsítjuk az algoritmusokat. De ez lehetséges, meggondoljuk. Köszönöm szépen!